Sziasztok, kedves emberek, egy újabb videóval jelentkezek, hát akkor vágjunk is bele. Ebben a videóban a mechanikus narancsot fogom bemutatni Stanley Kubricktól. Ugye az előző videóban már láthattátok a ragyogást, az is ugyanennek a gyűjteménynek a része, és még nekem ez a film is megvan, mert nekem ez is nagyon tetszik, nagyon szeretem ezt a filmet, de akkor nézzük is meg a hátulját. Itt van egy rövid kis leírás. Tánc, zene, haverok, buli, erőszak. Röviden így foglalható össze, mi is a kemény kalapot viselő, különös huligán Alex számára az eszményi szórakozás, melynek számláját mindig az ártatlanok fizetik. Egy napon azonban Alexre is lesült a törvénykeze, és a féktelenül pusztító suhancból agymosott, mint állampolgárt faragnak. Ez a történet képezi a gerincét az arszúr csapással is felérő ellenutópiának, amelyet Stanley Kubrick, Anthony Burke zseniális regénye alapján rendezett. Feledhetetlen képek, megdöbbentő zenei ellenpontok, Alex és barátai lüktetően izgalmas, nyelvi furcsaságokkal tele tűzzel beszéde. Kubrick ezekből az összetevőkből megsemmisítő hatású egészet gyúrt. A megjelenésekor óriási vitákat kirobbantó mechanikus narancs elnyerte a New York-i filmkritikusok legjobb filmért és rendezésért járó díjat, és 4 Oscar-díjra jelölték, köztük a legjobb film kategóriájában. A mechanikus narancs ma is sokkolóan eredeti, rendkívüli mű. Hát ez körülbelül szerintem így mindent elmond a filmről, nagyon nagy mondani valója van neki, és hát tulajdonképpen még ma is igaz, mert ugye ez a film 1971-es, és na, hát ugye az akkori társadalomról mintázták, és azt mondták a könyvről, amikor azt megírták, hogy ezt lehetetlen filmre vinni nagyjából, de Stanley Kubrick megpróbálkozott vele, és sikerült neki, sőt, nagyon jól sikerült, egy remek film lett belőle. Magyar extrák, hát ott csak egy előzetes van rajta, és szintén ezen sincs magyar hang, mert ugye a szocialista országokban ugye a Kubrick nem engedte a filmjeit kiadni. Ugyanúgy a ragyogáson sincs magyar hang, így ezen sincs, de felirat szerencsére van, úgyhogy azzal lehet nézni. 131 perces a film, és az van ráírva, hogy ez a vágatlan változat. Na hát akkor nézzük meg a belsejét gyors. Hát ilyen a lemez. Ilyen egyszerű fekete tokja van. És a lemezen pedig rajta van Alex, ugye? A főszereplő. Hát én mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert nagyon jó mondani valója van. Én is már többször láttam, de hát ezt minimum egy 3-4-szer ezt simán meg lehet nézni, mert ez nagyon jó. Na, hát akkor most ennyit szerettem volna, majd még jelentkezek. Sziasztok!